hogyha földön tartottuk a labdát, és gyors, egy-két érintéses játékot játszottunk, akkor nagyon jól be tudtunk kerülni a védelem mögé, és helyzeteket kialakítani, úgyhogy ebben volt a siker titkomba szerintem. Talán az első félidőben megleptük a svédeket. Én azt gondolom, hogy abszolút a miénk volt az első félidő, és talán nagyobb előnyt szerettünk volna. De mind a két fél időben a lehető legjobb ütemben rúgtuk mind a két gólt, és egyszer végre megfordult, végre nekünk is volt szerencség, még a kiadott 11-es ellenére, és így tudtuk begyűjteni a három pontot. Most az, hogy a következő meccsen lehetőséget jutok el, arra nem szeretnék foglalkozni, ezt meghagyom a kapitánynak, de eldöntse. Nagyon örülök annak, hogy mi győzni tudtunk, és többen mondták itt, hogy lehet, hogy vállalatot kabala embere leszek, hogy amikor pályára lépek, akkor nyerünk, és nagyon örülök neki, hogy ez ma így az utolsó pillanatban sikerült, de tényleg 1-0 után azt hiszem, a csapat is te 100%-ban elhitte, hogy ez a meccs a miénk, és ezt meg fogjuk nyerni, és nagyon örülök neki, hogy így sikerült. Hihetetlenül együtt van a csapat, én azt érzem, tehát remek hangulat volt egész héten, és nem az volt, hogy fú, jönnek a svédek, sorozatba kikaptunk már tőlük nem tudom hányszor, aztán most csak húztuk meg valahogy, hanem tényleg úgy készültünk erre a mérkőzésre, hogy végre szeretnénk örömet okozni az embereknek, és szeretnénk megnyerni a meccset. Ezen nem azt mondom, hogy akkor ér valamit ez a győzelem, hogyha Moldáviával sikerül majd begyűjtenünk a három pontot, ami nagyon nehéz lesz. Ez nagyon érdekes, mert annyit ünnepeltünk, meg szerintem annyira elfáradt a csapat, hogy az öltözőben nem volt annyira erőnk ünnepelni, ugye nagyon büszkék voltunk egymással, és talán nagyon boldogok voltunk, nagyon boldog vagyok belül, de hogyha most ugye látványosan kellene ünnepelnem, nem tudom, hogy sikerülne. Igen, lényegében nekünk nem kell foglalkozni a svédekkel, sem más csapattal, kell foglalkoznunk, hogy a következő mérkőzést megnyerjük, mert különben a mai semmit sem ért. Nagyon remélem, hogy a moldávoknál hasonló jó eredményt tudunk elérni. Finnek idegenben játszanak talán, de nem akarok hülyeséget mondani. Ott látok talán sanszot arra, hogy esetleg egy pontot szerezzenek a finnek ellenük. Én azt gondolom, hogy a hollandoktól pedig ki fognak kapni.